A Buda környéki bíróság tartóztatta le azt a két abonyi férfit, akik súlyosan bántalmazták anyjuk élettársát. A férfit lerángatták az ágyáról, oldalba rúgták, majd kihúzták az udvarra, ott tovább rúgdosták, majd kirakták az utcára. A bántalmazott férfinek két bordája is eltört. A két abonyi férfit a Cegrédi járási ügyészség állította bíróság elé. Ugyancsak letartóztatták azt a tápiószőlősi férfit, aki pszichoaktív anyagért cserébe megvásárolt egy korábban ellopott Yamaha motort. A rendőrök megtalálták a férfinél a szétszedett járművet, a ház melléképületében pedig 55 g fehér porszerű kábítószergyanús anyagot, egy digitális mérleget és az adagoláshoz szükséges tárgyakat foglaltak le. A férfi letartóztatását a Cegrédi járási ügyészség indítványozta.